Kevesebb mint egy hónappal a bevallási határidő előtt már közel 2 millió ügyfél látogatta meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal elektronikus SZJA felületét, hogy ellenőrizzék bevallási tervezeteiket. Közülük mintegy 500 000 a módosítás nélkül, 120 ezeren pedig némi módosítással már jóvá hagyták a dokumentumokat. A személyi jövedelemadó 1+1%-áról május 22-ig dönthetnek az adózók. Legegyszerűbben az esja.nav.gov.hu oldalon tölthetik ki a nyilatkozatot. Ehhez a felülethez nem szükséges ügyfélkapus regisztráció, viszont a nyilatkozat így csak kinyomtatva a papír alapon lezárt borítékban nyújtható be a NAV-hoz. Az online felületen a megjelölt szervezet regisztrációs jogosultságát a program automatikusan vizsgálja. A regisztráció hiányát hibaüzenet jelzi, ezzel is segítve az eredményes kitöltést. A 2018-ra regisztrált civil kezdeményezettek száma országos szinten 29.462. A NAV online adatbázisa ezt 893 oldalon keresztül mutatja be. A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a. Vendégem a stúdióban Magyar Norbert, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Adó és Vámigazgatóságának sajtóreferense. Köszöntöm a stúdióban. No hát nagyon sok mindent hallottunk itt a felvezető mondatok alatt. 2018 május legeleje, az elmúlt esztendőkhöz viszonyítva, ezekből az adatokból kiindulva milyen változásokat sugall? Tehát ezt nyilván fejlődésről beszélek, de ezt hogyan lehetne a szakember szemével megfogalmazni? A bevallási tervezetünk ugye bővült már az idejében is, hiszen az őstermelők, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére is elkészítünk egy bevallási tervezetet. Azonban nagyon fontos, hogy ezeknél az adóalanyoknál ez a tervezet automatikusan nem válik bevallássá május 22-ével, még ugye a magánszemélyeknél ez egyértelműen megtörténik, akkor is, hogyha semmilyen módosítással nem élnek a bevallási tervezettel kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy az őstermelőknél, hogyha valakinek 600 000 forintot meghaladó őstermelői bevétele van, akkor ezt tegye meg, hogy kiegészíti ezt a bevallási tervezetet azzal a jövedelemmel, illetve hogyha más jövedelme még keletkezett esetlegesen, akkor természetesen ezt is jelölni kell a bevallási tervezetben. Hogyha nem teszik meg, akkor ugye egyértelműen nem nyújtották be a bevallásokat, nem tettek eleget a bevallási kötelezettségüknek. Azonban, hogyha az őstermelőnek 600 000 forintot nem haladja meg a jövedelme, és egyéb más bevétele nem keletkezett, ami adóköteles jövedelemnek minősülne, akkor ebben az esetben nem kell bevallást benyújtani. Úgyhogy az idejében ez egy picit már változott az előző évekhez képest. Illetve nagyon fontos még itt az 1+1%-os felajánlásokkal kapcsolatosan, hogyha valaki nyilatkozik egyházak részére, azt a nyilatkozatot az idejében kell csak megtennie, itt, hogyha megjelölte az egyházat, a következő évben automatikusan annak az egyháznak a részére történik meg a felajánlás. Abban az esetben, hogyha változtatni szeretne ezen a dolgon, akkor mindenképpen nyilatkoznia kell arról is, hogy lemond, illetve megjelölni a másik egyházat, amely részére szeretné majd a következő években a felajánlást megtenni, de ezzel egy picit már előre is szaladtunk. Nem baj, mert akkor maradjunk ennél a témánál, és akkor majd visszakérdezek az elejére. Tehát akkor nézzük itt az 1+1% kapcsán, hogy mire figyelhetünk mi adózók, milyen határidők vannak. Van-e itt bármi változás az eddigi gyakorlathoz képest? Sokan jelentkeznek az ügyfélkapunál, illetve akár személyesen az ügyfélszolgálatoknál is, hogy nem tették meg az 1%-os felajánlásukat, azonban a bevallást már benyújtották, vagy elfogadták a tervezetet, és hogyan pótolhatják ezt. Természetesen május 22-ig megtehetik ezt a felajánlást a bevallástól függetlenül is. Tehát akik lemaradtak róla, akkor azok vagy személyesen, vagy borítékban, lezárt borítékban elküldve a Nemzeti Adó és Vámhivatal címére, vagy pedig az ügyfélkapun keresztül tehetik meg még ezt. Nagyon fontos, hogy csak azoknak a civil szervezeteknek, akik ugye jogosultak ezekre a felajánlásokra, ezeknek a jogosult civil szervezeteknek a listáját megtalálják a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, tehát érdemes tájékozódni, mielőtt megteszik a felajánlásokat, hiszen nem minden civil szervezet részére jut el a felajánlás, pontosan azért, mert esetlegesen olyan szervezeteknek teszik meg, akik erre nem jogosultak. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyébként körülbelül 1100 civil szervezet jogosult arra, hogy ezeket a felajánlásokat tudja fogadni. Tavaly évben 967 szabolcsi szervezet részére 215 millió forint értékben ajánlottak fel az adózók 1%-ot.
Az idejében is hasonló felajánlásokat várunk. A bevallási tervezetek szempontjából körülbelül 300 ezer bevallási tervezet készült el, ugye itt a bővült adózói körrel együtt, és ebből már 116 ezeren nyújtották be a bevallásukat, tehát akár a felajánlások fele is megtörténhet már. Ez a 215 millió forint, ami eljutott a civil szervezetekhez, az adózók 1%-ainak a felajánlásával, ez milyen összegnek számít? Ez körülbelül az adózók bevallásának a felének felel meg, hiszen, amint említettem, a bevallók fele ajánlja fel az 1+1%-át. Tehát mindig elmondjuk, hogy ha lemaradnak erről a határidőről, ezt a későbbiekben nem tudják pótolni, ugye május 22-e ebből a szempontból jogvesztő határidő, és bővülhetne még ez a kör, hiszen felajánlható 1%-ok még mindig vannak. Természetesen csak adózott jövedelemből tudják ezt megtenni, tehát akinek nincs adóköteles jövedelme, az nem tud felajánlani ilyen jellegű 1+1%-os felajánlásokat nem tud megtenni. Nagyon fontos, hogy sokan próbálkoznak ugye ezzel, azonban nekik nincs lehetőségük. Én úgy gondolom, hogy változik azért az a lista, a civil szervezetek listája, egyesületek, alapítványok, különböző szervezetek listája, akiknek fölajánlhatjuk ezt az 1%-ot. Mitől függ az, hogy lekerül mondjuk egy szervezet erről a listáról, vagy hogy fölkerül? Nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogyha köztartozása van a szervezetnek, amelyet határidőig nem tud megtenni, ugye a tavaly év szeptember 30-áig kellett nyilatkozniuk arról, hogy a jogosultságunkat tudják igazolni megfelelő módon. Hogyha ezt nem teszik meg, akár a határidőről maradnak le, akár köztartozásokkal rendelkeznek, akkor nagyon fontos, hogy ezek a szervezetek nem kaphatják meg ezeket a jellegű felajánlásokat. Semmilyen esetben nem tudják ezt kiváltani, itt már a következő évben szerezhetik meg majd csak a jogosultságot, tehát ebben az évben ezekről a felajánlásokról, amelyeket esetlegesen megtennének az adózók, lemaradnak róla, és ugye, hogyha valaki tájékozódik előzőleg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, akkor láthatja is, hogyha nem szerepel fent a civil szervezet listáján, akkor fölösleges megtenni a felajánlást is, hiszen az összeg nem fog elkerülni a szervezethez. Ha mondjuk az egy valaki tényleg valóban egy olyan szervezet nevét jelöli meg, hogy értelmetlenül eltűnik az ő 1%-a, határidőn belül ő tud-e lépni, tud-e módosítani, vagy jelezheti-e, hogy egy működő és a támogatásra alkalmas szervezetnek szeretné inkább átvezetni? Ezt a jelzést mi szoktuk megtenni az adózók részére, tehát hogyha olyan jellegű felajánlás érkezik be, amelynek a feldolgozottsága meg is történik még határidőig, akkor természetesen jelezzük az adózónak, hogy ez a szervezet esetlegesen nem jogosult erre a felajánlott összegre. Ilyenkor van lehetősége módosítani ezt a felajánlást, az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek meg is tehetik ezt. Egyébként körülbelül 17 ezeren választották a bevallási tervezet ügyfélkapun keresztül történő változás nélkül történő elfogadását is. Meg is tették ezeket a felajánlásokat az elmúlt időszakban, tehát a részükre, hogyha valaki az ügyfelkapunk keresztül teszi meg a felajánlást, ott is fogja megkapni azt a fajta értesítést, amelyben jelezzük, hogy esetlegesen nem volt jogosult ez a szervezet. És a legvégére a legfontosabb tennivalója az adózóknak május hónapban? Természetesen a bevallás benyújtása, illetve a határidőig történő befizetése az adónak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk és tájékoztatást adott. Én is köszönöm.